Köszöntelek benneteket ezen a koratavaszi reggelen. Ma a Kisdunán fogok horgászni, mely a Duna legnagyobb és leghosszabb ága. 135 km hosszan folyik a Csallóköz, Európa legnagyobb folyami szigetrendszerének északi szélén. Pozsony alatt Vereknénél ágazik le a főágból. Ma itt fogunk horgászni. A háttérben látható zsilip mögött gyakorlatilag már a Duna főmedre folyik. A hely különlegessége, hogy tavasszal, ívás előtt itt gyülekeznek a nagytestű dévérkeszegek. A múlt héten már tettem egy próbát. Akkor gyönyörű halakat sikerült fognom. Bizakodva várom a mai horgászatot. Kezdjük az etetőanyag keveréssel. 1 kg top 1 brém és 1 kg nagy dévér etetőanyagot keverek össze, melyhez folyóvízi barna agyagot és PV1-et adagolok, annak érdekében, hogy a keverékem kellőképpen fajsúlyos és tapadós legyen. Beltartalmát tovább növelem nagy dévéres pasztoncsínóval és tricolor flow morzsával. A flow morzsa egy rendkívül fajsúlyos és édes adalék, mely a nagytestű dévérkeszegek és pontyok kedvence. Végül a dévérkeszek horgászatánál már jól bevált édesítőszer és aromatuning naddévér kerül a keverékhez. Az etetőanyag megkapta a kellő mennyiségű vizet, átrostáltam, így már csak az utolsó adalék maradt hátra, ez pedig a flow morzsa.
Megérkezett az első hal, egy igazi folyóvízi dévérkeszeg. Ennek a halnak a súlya már 2 kg felett van. Hibrid metód pelet újabb áldozata. A mai napon a Bajt Döme Team Feeder Powerfighter Bot család 3,9 méter hosszú, medium heavy karakterisztikájú tagját használom. A bottest rendkívül kecses, feszes és mindemellett kellőképpen rugalmas. Azt külön kiemelném, hogy a botspic dupla talpas erősítést kapott, ennek köszönhetően még a nagysúlyú kosarak dobálása során sem görbül el. A botra a tökéletesen hozzáillő Bajt Döme Powerfighter elsőfékes orsó került 6000-es méretben. Az orsó dobjára a Haldorado Blue Feather főzsinór került, 0,18 mm-es vastagságban. Apró, de hasznos trükk, hogy minden dobásnál az etetőanyaghoz édesítőszert adagolunk. A dévérkeszekek díjazni fogják. Íme egy újabb torkos dévérkeszeg. Egy újabb gyönyörű, 2 kg feletti vadvízi dévérkeszeg, mely bronzszínekben pompázik. Klasszikus csúszó végszereléket használok, melynek alkotóelemei 65 g-os barbell lever féderkosár, karabineres forgókapocs, kúpos gumigyöngy és egy forgókapocs.
16-os Haldorado Visitor monofil előkét használok, amelyre egy 12-es méretű gamakacsú teamfader pellet carp horgot kötöttem 12-es méretben 7-es csali tüskével. Ahhoz, hogy a nagytestű dévérkeszegeket ki tudjuk szelektálni a nagy mennyiségben jelenlévő kistestű halak közül, a megfelelő etetési stratégián kívül nagy szerepe van a csalizás mikéntjének is. A tűzött csalik szóba sem jöhetnek, kizárólag a fűzött csali kombinációk. Ehhez kínál kiváló alternatívát a Haldorado Hybrid Method pelet, amelyből a mai napon a Vörös Démon és a Fokhagymás ízesítést használom. Ez a horgásznap is eltelt. 7 darab nagy testű dévérkeszeget, valamint 1 darab karikakeszeget sikerült fognom. Ez is azt bizonyítja, hogy a kiváló csalogatóanyagok és a fűzött csalis technika jól működik folyóvizen is. Találkozunk egy másik helyszínen, sziasztok!